Köszöntöm nézőinket! Addig voltunk a rendszerváltás után, amikor egy fiatalember bejött az akkor működő Szexádi Városi Televízióba, és nem sokkal a odaérkezése után látszott, hogy elég sok mindent fog tudni erről a szakmáról. Kamera érzékeny volt, tele volt ötletekkel. Aztán telt múlt az idő, ott hagyta Szexádot, elment a nagy televíziókba, elment a, a kereskedelmi televíziózás irányába, és aztán elment a politika irányába is de hogy ez az egész folyamat hogy zajlott, arról fogunk beszélgetni Rákai Filippel. Köszönöm ezt a szép felvezetést, egész meghatottam majdnem elmorzsoltam egy könycsepet, de tényleg így volt, már az a része, hogy, hogy egyszer csak besétáltam a Szexádi Városi TV stúdiójába, lehettem, vagy hát nem tudom, 18 és fél, 19 éves. Nem akarom kiszámolni, hogy ez mikor volt. A napokban töltöm az 50-et, úgyhogy borzasztó belegondolni. Te tudtad magadról, hogy kameraérzékeny vagy, és hogy ez a, ez a dolog ez neked működni fog, vagy csak érdekelt a dolog. Azt talán nem, hogy, hogy kameraérzékeny volnék mert hogy akkor még nem volt minden családban, nem, nem hogy kamera, meg videó lejátszó, hát tévé is. Azt nem mondom, hogy alig, de mondjuk tévék voltak, de akkor sem minden szobában. Arról meg persze álmodni sem lehetett, mint most, hogy a zsebünkben ott a mobiltelefon, amiben jobb minőségű kamera van, mint amivel annó elkezdtük mi együtt a televíziózást, egy ekkora kis szerkezetben. Tehát azt nem tudtam, hogy, hogy a kamera egyáltalán eszik-e, vagy isszák, vagy ezt az egész televíziózást, ezt, ezt hogy is kéne elkezdeni, azon túl, hogy, hogy gyerekkorom óta rajongtam az akkori egyetlen magyar televízió, hogy akaratilag minden műsoráért, és műsorvezetőért, és filmjéért, és tévéjátékáért mindent megnéztem. És persze egész kiskoromban az kiderült, már talán 5 hat évesen is, de leginkább mondjuk az általános iskola első-második osztályában, hogy nem bánt, ha ki kell állnom az osztály el, és mondjuk egy ünnepségen el kell mondani egy verset, sőt nem, hogy nem bánt, ezt szerettem ki is provokálni, hogy hogy, hogy mondhassam. Te is, igen, üdv a klubban, igen. És aztán hát voltak mindenféle versmondó versenyek, szexádó, meg megyei selejtet. Hát ahogy ez lenni szokott, színjátszó csapat, és mindenki meg volt arról győződve, hogy, hogy egyébként egy darabig én is, hogy, hogy majd színész leszek, aztán másképp alakult, talán hála jó Istennek. Miért hagytad ott szexádat? 1992-t írunk, amikor, amikor én már majdnem egy éve a Városi Televízióban dolgoztam. Mindig mindenhol elmondom azóta, és amikor szóba kerül az az időszak, hogy, hogy életem legtöbb tapasztalatát, televíziós szakmai tapasztalatát, ott szereztem. Ugyanis akkor olyan minisztábok dolgoztak, hát emlékszel, hogy, hogy úgy mentünk ki egy-egy híradó vagy akár magazin műsor felvételére, hogy kimentünk kettesben az operatőrrel, és akkor a riporternek kellett kicsit világítani, és megcipeltük a jumatik magnót, meg a baloglámpákat, és akkor meg, meg, bevilágítottuk, elkészült a riport, és volt, hogy visszamentünk, és saját kezünkkel meg is vágtuk az anyagot. Na most ez az akkori magyar televízióban elképzelhetetlen volt, mert mindenre ötször ennyi ember dolgozott, tehát a különböző részfeladatokat nem nagyon látták át mondjuk a képernyősök tisztelet a kivételnek. Én viszont gyakorlatilag egy-másfél év alatt ennek a szakmának nagyon sok apró részletét elsajátítottam, és éreztem, hogy, hogy nekem ezzel valahogy dolgom volna. És akkor 92-ben volt a Magyar Televízióban hirdettek egy ilyen műsorvezető kerestetik versenyt, és azon elindultam, én azt megnyertem, és gyakorlatilag 92 nyarától a fővárosban kaptam emiatt munkalehetőségeket. És aztán beteljesült gyakorlatilag egy álom, és vele is költöztem 92-ben. Neked volt egy ferde utad, a ferdét most jó értelemben vegyük, a könnyű zene irányába, pontosan az ergo zenekarral hogy, hogy volt ez a szerelem? Te nagyon szeretted ezt a dolgot. De nem csak, én általában mindent, ami zene, azért rajongtam. Tehát én gyerekkorom óta a tévé és a, és a zene fogságában éltem, tehát én minden koncerten ott voltam, minden magyar zenekarnak, vagy ha hát nem is mindegyiknek, de, de legtöbbnek gyűjtöttem a lemezeit, tudtam a dalokat kívülről. Ezt nem volt kérdés, hogy, hogy az Ergo együttes irányába is vezetett ez az út, és valóban nem is tudom, egy vagy két Ergo végig végigcsináltunk együtt, akkor én 20 éves ifjúként, ilyen nem tudom, egy személyes bemelegítő emberként, előzenekarként, ha úgy tetszik idézőjelben, kísértem a zenekat, és közben persze hát, ahogy ez egy 20 éves fiatalatú illik zenei műsorokat, vezettem meg ifjúsági műsorokat, úgyhogy, úgyhogy egy pillanat alatt megfordult velem a világ, nyilván egy szexádi fiúból egyszer csak hirtelen a, a, ott álltam azokon a színpadokon, ahol azok a akkori fontos zenészek, színészek álltak, akiket addig a tévéből láttam. Volt egy pillanat, a közös életünkben van egy pillanat, amiről te nem tudhatsz, Népstadion, Fultátház. ház. Ja? Hungária koncert? Igen. Azt hiszem, ott megéreztél valamit abból, hogy milyen az, amikor nagyon sokan rajonganak valakiért, vagy valamiért. Hát igen, az, az nagy élmény volt a Hungária Együttes koncertjén ott állni, nem is tudom, 70-80 ezer ember előtt a Nép Stadiumban. Bizony ilyen is volt, és hát gyakorlatilag én évekken keresztül a talán a legfoglalkoztatottabb 20 éves műsorvezető voltam, aki nem, csak zenei eseményeken, hanem mindenféle kereskedelmi típusú rendezvényeken, koncerteken, nem tudom pláza megnyitóktól kezdve, mindenféle, akkor alakult épp a Disney, meg mindenféle csatornák már a 90-es évek közepén Magyarországon, és a, a, a nem is tudom melyik, melyik uh, nagy tévécsatornáknak a, az ilyen nyitó családi bulijain meg uh, nagy kozmetikai cégek kértek fel állandóan. Tehát én egy nagyon foglalkoztatott műsorvezető lettem már a 90-es évek gyakorlatilag közepétől, és uh, aztán volt egy kis amerikai uh, kiruccanás, igazából azt terveztem, hogy ilyen uh, tévés-filmes uh, suliba elmennék uh, Amerikába, pár hónap után aztán végül is hazajöttem, többek között azért, mert 97-ben szerveződött itthon egy új kereskedelmi televízió, és annak a, ez egy Zene TV volt, és annak a gyakorlatilag az alapító csapatába hazahívtak, nem csak műsorvezetőnek, hanem hogy egyetlen találjuk ki, vagy rakjuk össze ezt a csatornát. És akkor Kihívás volt? 90 ben Mindenképpen, igen. igen. az, az volt izgalmas, hogy hogy már nem csak műsorvezetőként, hanem, hanem a programokon is gondolkodni kellett meg azon, hogy, hogy álljon össze egy, egy, egy programtábla, egy műsortábla, miből milyen műsorok legyenek, ne csak slágerlisták, hanem milyen beszélgetős műsorok, stb. 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 Tehát ez egy igazán kreatív feladat volt, együtt vettük fel a műsorvezetőket, hiszen semmink nem volt, voltunk hárman, négyen, öten, akik akik elindítottuk akkor ezt a bizonyos zenetéről. Ez egy picit bemelegítés volt, most így visszanézve, hogy néhány évvel később a, az MTV egyik intendánsa lettél. Gábor, minden bemelegítés volt. Tehát a Szexádi Városi Televíziónál eltöltött minden pillanat, minden levezetett műsor, minden egyes riport, minden az volt. Ha az zenetévé összes, ma már így a múlt, Visszateként visszatekintve egy picit talán megmosolyogtató szány próbálgatása is, mint televízió, hiszen, hiszen azért nyilván nem olyan technikai, meg nem olyan feltételek között indult, nem annyi pénzből, mint a mai televíziók, ahogy működnek, és nyilván mi is sokkal nyersebbek voltunk 20 évesként, de minden, minden rakódott és adódott össze ahhoz, hogy amikor 10 vagy 11, most azt nem is tudom, talán 11. januárjában megkaptam azt a lehetőséget, hogy a magyar televízió először az M1 csatornájának intendása, aztán az M2-nek is az intendása, majd az egész Magyar Televíziónak a műsorokért felelős vezérigazgatóhelyettese lehettem, akkor igen, igen minden, mindenből táplálkoztam, amit addig én a televíziózással megtanultam. És, és nem csak amit itthon tanultam, hiszen én azért akkor már jártam a, a világot, és nélkülem most kis túlzással nem nyitották ki a kánni nagy televíziós vásárt, ahol a világ összes tartalom előállítója ott van, és, és én a, napi, nem tudom, órákon keresztül jártam, és tárgyaltam, és próbáltam a, azokat a formátumokat elővenni, azokat a műsorformátumokat, amelyekből aztán hosszú éveken keresztül a Magyar Televízió az én program igazgatóságom alatt működött. Tehát a Magyarország szeretlektől kezdve a maradt talponon át egy csomó olyan műsort, hoztam be, vagy például a dal az, az egy saját ötlet volt, amit a saját stábommal találtunk ki. Tehát rengeteg-rengeteg műsor, ötlet, ből áll össze egy műsor struktúra, és, és ehhez kellettek a zenei tévés tapasztalatok, kellettek nekem akkor már a Magyar Televízióban is voltak, műsoraim kellettek a dokumentumfilmes tapasztalatok, amit a Szexádi Városi Tévénél bőven kipróbálhattam, meg a magazin műsorok. Tehát, hogy mondjam, mind, ez a, ebből a sok mindenből állt össze egy kvázi szakmai tudás, ami tényleg a minap jutott épp eszembe, hogy több mint 30 éve, 31 éve kezdtem el gyakorlatilag televíziózni. Úgyhogy az alatt ez sokat megtanul az ember, és szerencsés voltam, mert tényleg bármelyik részébe belekóstolhattam. Miért szólítottál a politikát? Tulajdonképpen engem nem, nem a, a politika el, Most ez lehet, hogy nagyon fura lesz, amit mondok, mert amikor én 2002-ben arra a bizonyos kosútéri nagygyűlésre kiálltam az akkor regnáló miniszterelnök Orbán Viktor mellé, és levezettem azt a bizonyos nagygyűlést, az persze egyfelől egy műsorvezetői feladat, és nem is akármilyen feladat, mert azóta is valom, hogy szerintem nem nagyon van olyan, olyan műsorvezető Magyarországon, aki ekkora tömeg előtt valaha állt volna, mert egyszerűen nem volt rá fizikailag lehetőség, hiszen ekkora tömeggyűlés nem volt a rendszerváltoztatás óta. Tehát nyilván ez volt egyfelől egy szakmai feladat, de sokkal inkább egy kiállás valami mellett, egy olyan értékrend mellett, egy olyan értékvilág mellett, amely, amely nekem régóta akkor már meghatározta a mindennapjaimat, Dacár annak, hogy akkor épp a Magyar Televízióban futó, vagy pont a zenetévén futó műsoraimból ez nyilván nem derült ki, mert ott annak nem volt helye. De én, ezzel, igen, de én ezzel, igen, tehát a 20. századi történelemmel és általában a magyar történelemmel én nagyon sokat foglalkoztam, ráadásul a családban nálunk, a saját családomban és a feleségem családjában is ez, ez azért egy fontos napi meghatározó téma volt. És, és ez a fajta kiállás ez valóban meghatározta aztán akarva akaratlanul a szakmai pályámat is, mert hogy hát minden onnan kirúgtak. Tehát miután a Kossuth téren kiálltam Orbán Viktor mellé, mindig el szoktam sütni ezt a poént, pedig nem poént, hogy pedig nem a Ku Klux Klán nagy ülését vezettem le, hanem a Regnáló akkori miniszterelnökét. Mégis minden onnan a liberális tolerancia egyében persze azonnal kirúgtak, és hát akkor még nem voltak saját cégeim, vállalkozásaim, és nem volt nagyon hova menni, mert nem volt olyan, hogy jobboldali média. Tehát, hogy ne felejtsük el, hogy 2002-ről beszélünk, ami idén épp 20 esztendeje volt, nem volt jobboldali televízió, ahová elmehettem volna, és akkor vettünk egy mély levegőt, és 2002 nyarán, heten vagy nyolcan megalapítottuk a TV-t, Tehát ott ültünk egy egy irodában egy viszonylag nagy asztal körül, és azon gondolkodtunk, hogy ez így nem mehet tovább, és akkor cselekedni kell. És aztán nyolcan kitaláltuk, hogy, hogy legyen egy legyen a jobb oldalnak egy televíziója, és ez volt valamikor 2002. július augusztusában, és fél év munka után 2002. decemberében elindítottuk a hírtévét, ami gyakorlatilag egy média történetű mérföldkő volt, és azt gondolom, hogy nem csak a jobb oldal életében, hiszen az első magyar nyelvű hírcsatornaként működött, sok-sok kulturális műsorral, stb. Ott is egyfajta programigazgató voltam az első pillanattól. Tehát igazából, hogy mondjam, nem, nem feltétlenül a én nem akartam soha a politikus lenni. Ma sem vagyok az, és sem is szeretnék az lenni. Egy közéleti ember vagyok, aki ráadásul most öt év közéleti hallgatás után, én öt évig teljesen más dolgokkal voltam elfoglalva, teljesen a saját elhatározásból értem vissza, és lettem Facebook huszár öregkoromra, idezőjelben már hogy nem tudom, melyik idéző az ő rekord, vagy a Facebook 20 de ezt mindenki hozzá be magának. De, de hogy mondjam, most meg azért álltam bele megint a frontvonalba, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy, hogy nem lehet csöndben maradni és beszélni kell. Én nem azért értem, nem egzisztenciális okok miatt értem vissza, én öt évig gyakorlatilag a saját, azt kell mondjam, hogy ilyen sikeres cégeimet építettem. Öt évig Azért voltam csendben, mert egyszerűen mással akartam foglalkozni, mint addig. Tehát annyi ideig éltem kirakatban, hogy egyszerűen elég volt, és 2015-ben azt mondtam, hogy jó, akkor most öt évig végre foglalkozom egy csomó más dologgal, és akkor elkezdtem cégeket fölépíteni, elkezdtünk filmeken dolgozni, filmek előkészítésen dolgozni, ami mindig nagy álmom volt, és úgy voltam vele, hogy, hogy, nagyon jól el vagyok én itt a háttérben. Csak aztán jött egy pillanat, talán 2020 nyarán, amikor, amikor egyszerűen azt mondtam, hogy nagyon eddig és nem tovább, ez egyébként a gyurcsány féle földön futós mondatok váltották ki belőlem, és akkor csináltam meg a Facebook oldalt, akkor találtunk egymással meg a FON-nal, és indítottuk el ezt az egészet, amit én ebben a pillanatban is egyébként hobbiból csinálok, tehát szeretem, amikor a Facebook jól értesült kommentelők megírják, hogy Orbán fizetettség nyalója vagy. Szoktam mondani, hogy azzal nem mennétek messzire, amennyit én ezért kapok, mert hogy ráadásul nem csak a munkámmal, hanem még, még anyagilag vagy adományokkal is támogatom a megafont. Szerencsére megengedhetem magamnak. Tehát ez egy, hogy mondjam, egy hoppi vagy egy közéleti részvétel. Az ember, ha föl tudja használni a tudását vagy az ismertségét arra, hogy hogy a hazájának segítsen, hogy jó irányba forduljon a szekér április harmadika -e után, akkor én azt gondolom, hogy ez a jó irány is meg kell tenni. Megváltozott a politikai kommunikáció az évek alatt? Gyökeresen. Gyökeresen. Tehát a, ugye pont ezt előbb mondtam neked, hogy 31 éve vagyok televíziós, de tulajdonképpen már nem vagyok az, mert a Facebook az egyáltalán nem a televízió. Tehát amikor az első Facebook videómat... Leforgattam 2020 őszén, és előtte leültem egy csapattal, olyan emberekkel, olyan fiatalokkal, akik nálamnál százszor jobban értették és értik a mai napig is a Facebook, meg az Instagram, meg a TikTok világát. Akkor, akkor kitaláltuk, hogy rövid videókkal kellene bombázni a nagy érdeműt és hát persze bekapcsolatod egybe a tévés hagyom, hogy körülbelül az forma világát meg nyelvezetét tekintve micsoda, és akkor így leállítottak és mondták, hogy ez nagyon jó, de akkor elmondom az első szabályt, hogy az első 1,3 másodpercben dönti el a néző, hogy tovább nézi a videódat, vagy nem. És emlékszem a pillanatra, hogy így én vettem egy mély levegőt, ugyanis én, aki mondjuk azon szocializálódtam, hogy a Szabadságtér 89 vagy a Szabadságtér 56 című történelmi műsorsorozatom, amiben készítettünk 150 részt, 150-szer 45 percben, és akkor azt mondják, hogy az első 1,3 másodpercben derül ki, hogy egyébként érdekli a, a nagy érdeműt, amit mondasz, hát azért volt az ember vesz egy mély levegőt. És, és ez nyilván, nyilván át is alakítja a gondolkodást. Most azt mondom egy picit, talán nagyképűen, hogy a, a dolog működik, tehát a rövid formátumot is meg kellett tanulni. Meg kell tanulni szűkre szabott időben a videókat gyártani, meg olyan képélemekkel, meg olyan vágással, meg olyan mondatokkal, meg olyan eszközökkel operálni, hogy valóban az ebben a közegben is érdekes legyen. És hát azt kell mondjam neked, Gábor, hogy. hogy nagyon-nagyon megváltozott minden, és megváltoztak az elérések. Tehát most mondjam azt, hogy a legnézettebb Facebook videómat megnézte 1,7 millió ember. Miközben ilyen főműsoridős nézettségek ma nincsenek a legnagyobb kereskedelmi televízióban, ennek a töredé fele jó esetben van. É, alapvetően nem erre gondoltam, hanem a hang nemre. Hát az, az meg végképp. Hát az, az... Tudod, ez az én számból fura, hogy azt mondom, hogy tragikus, mert nyilván akik politikailag hozzám képest a másik oldalon állnak, azok nyilván azt mondják, hogy ennek én is részese vagyok, és biztos, hogy, hogy nekem is van ebben felelősségem. Én azt gondolom, hogy egyébként nincs, mert én soha nem engedem meg magamnak azt a hangot, amit egyébként Megengednek bizonyos közéleti szereplők maguknak. Én is fogalmazok sarkosan és keményen. A posztjaimban igen, igen, hogy mondjam, több, talán több, mint ironikusan is, helyenként, tehát nem fukarkodom a, a jelzőkkel, de igyekszem, nem könnyű, igyekszem azért nem átlépni egy határt. De azt gondolom, hogy amit a politikusok megengednek maguknak, és Azért nem, nem szeretnék álszent lenni, de azért, na bocsánat, egy politikusnak jóval nagyobb felelőssége van ebben. Te Szerinted ez befolyásolja a közbeszédet is? Hát egészen biztos. Hát Gábor, ma ott tartunk, hogy nem szoktam ezzel különösebben házalni sehol. Hát pont ennek a közbeszédnek köszönhető az, hogy Budapesten szinte alig merek az utcára kimenni. Hát ma is volt atrocitás, tehát ma is majdnem nekem jött egy ember. Vagy mondhatnám azt is, hogy, hogy ott tartunk gyakorlatilag, hogy majdnem három éve őrök állnak éjjel a, 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 házunknál, mert a feleségemet és a gyerekeimet is halálos megegetések érik. Ami nincs benne a pakliban az, hogy én kapom ezeket, hát az sajnos most már olyan, mint a levegővétel. Tehát, tehát egyszerűen nem, nem normális a világ, és ez azért van, hogy ezeket persze mennyire lehet komolyan venni, vagy kell-e, vagy nem, ezt nehéz elmagyarázni. De kipróbálni azért az ember nem. Hát nem, nem meg a fene tudja, mert lehet, hogy tízezerből nem tudom, csak egy gondolja majd komolyan, de pont az jön szembe, és nem tudom, okoz bennem, vagy a feleségemben, vagy a gyerekeimnek bármiféle kárt. Csak amikor a családom szemébe belenézek, és mondjuk látom a rettegést, ez nem, nem annyira, nem annyira jó. Ez szerintem nagyon-nagyon veszélyes irány, és nagyon elszomorító, mert az rendben van, hogy más gondolunk a világról, ilyen van, de eszembe nem jutna emiatt valakit, nem tudom, tettleg fenyegetni. Beszéljünk egy kicsit jobb dolgokról. Valószínűleg a, a, a pénzösszeg mindenkinél kiverte a biztosítékot, de hogy belevágtál egy olyan vállalkozásba, ami hát Egyesek megítélése szerint végre itt volt az ideje, mások megítélése szerint kicsit túl van hájpolva. Hát nézd, Gábor, én 20 éve gyakorlatilag, amióta, amióta kiálltam, és egy céltábrát akasztottam a nyakamba, és emiatt a fél ország nagyon szeret, a másik fele meg aktuálisan nagyon nem szeret. Én egy mély levegőt nem tudok anélkül venni, hogy az ne kerülne címlapokra. Akár igaz a történet, akár nem, akár megérdemlem, akár nem. Tehát az, az is egy nonsens, hogy minden évben, amikor le kell adni a cégeim mérlegét, akkor másnap ülesvetűkkel uh, uh, ott virít minden balos portálon, hogy akkor én hány százmilliót uh, nem tudom vettem ki a melyik cégemből miközben egyetlen egy darab állami megrendelésem nincs, piacról dolgozunk, piacról élnek a cégeim, nagy ingatlanfejlesztő cégek, tanácsadó cégek, nagy nemzetközi partnerekkel, köze nincs a, a az állami megrendelésekhez, de mégis. Tehát, hogy mondjam, az, hogy, hogy velem kapcsolatban mi ki a biztosítékot, ezek, ezek teljesen föl nagyított és a politikai térben értelmezendő hergelések, ami attól még nem esik jól természetesen, mert soha nem a lényegről van szó, vagy az általam az asztalra letett teljesítményről, hanem mindig arról, hogy, hogy akkor mi hány milliárd, és az biztos rákai ellopta. Tehát, hogy gyakorlatilag húsz éve nem tudok csak ebben a, ebben a baloldali ösztűzben bármit is tenni. Ez a Petőfi film valóban a, az eddigi mondjuk filmtörténelem talán egyik legnagyobb szabású magyar vállalkozása, és amiatt aztán ezzel került a címlapokra, hogy az eddigi legdrágább magyar film is lesz. Én sokkal inkább egy, egy adóságtörlesztést látok, és nem csak Petőfi irányába, hiszen számtalan filmötlet hever nálunk is a fiókban, és tudom, hogy sok alkotó társ Magyarországon is gondolkodik már végre azon, és mernek azon gondolkodni, hogy a magyar történelem nagyjairól igenis filmeket kell csinálni, mert mi mindannyian úgy nőttünk föl, hogy egri csillagokat, meg külszűv emberfiait, meg fekete várost, meg egy magyar nábobot, meg Rákóczi hadnagyát, meg ezeket néztük, meg tenkes kapitányát, és örültünk, ahogy a, a labancokat el náspángolja a bugajakab. Szóval, hogy mondjam, ezek a fajta fogódzók, ezek a fajta, ezek a fajta közös kulturális pontok, ez a fajta kulturális szövet, ez mintha eltűnt volna az elmúlt 30 év filmgyártásában. Nem mondom, hogy teljesen, nyomokban még, még láttunk ilyeneket, de, de nekem 6-8-10 éves vágyom az, hogy, hogy végre szülessenek történelmi filmek, és most úgy tűnik, hogy van erre fogadókészség. És hát igen, nagyon nagy szerelem számomra a Petőfi film, és az egész Petőfi életmű az, ez gyerekkoromban kezdődött, szegény néhai édesapám olyan 6-7 éves lett, amikor egy ilyen ütött-kopott piros petőfi kötetet a kezembe nyomott, és akkor onnantól nem nagyon volt szabadulás, a már emlegetett versmondó versenyeken is igen sikerült sok-sok sikerült Petőfit mondani, és aztán ahogy, ahogy, idősebb lettem, nyilván 20 éves korában az ember inkább a zenekkel, meg a csajokkal van elfoglalva, nem feltétlenül Petőfivel, de aztán olyan 30-on túl már, már visszataláltam megint Petőfihez, meg Petőfi arany barátságát, levelezését számtalanszor olvastam el, és magam is gyűjtök Petőkfüvvel kapcsolatos relikviákat, első kiadásokat, de van nemzeti dalom, ami az elsők között jött le a, 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 a nyomdagépfról, igen, március 15-én a Landerer nyomdában. Tehát ez, ez nekem egy fontos szívügy és amikor két és fél évvel ezelőtt Kiszabó Márk barátommal, aki egyébként milyen az élet, a Bátaszéki gimnáziumban alattam járt egyel, és 30 évig nem is találkoztunk, és aztán egy tök véletlen folytán találkoztunk össze, ő profi forgatókönyvíró, illetve Szent Vaj barátommal együtt két és fél éve gyakorlatilag írunk egy, egy, egy Petőfi film könyvet, forgatókönyvet, és hát már ott tartunk, hogy gyakorlatilag április 7-én, 8-án egy száznapos forgatás indul, egészen augusztus végéig forgatunk majd, és hát egészen elképesztő nagyságrendek vannak, tehát nagyon sok száz statiszta, eleve több mint 200 beszélő szereplő, több mint 6000 jelmez, nem is tudom, tehát őrült méretek, és nagyon, nagyon komoly filmes kihívás előtt állunk, egy, egy rendkívül profi filmes táb élén lehetek az egyik alkotó, nem csak írója, hanem egyik kreatív producere és producere is vagyok a filmnek, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem megy ki úgy egy jelmez, vagy egy kellék, vagy nem születik meg úgy egy casting döntés, hogy, hogy, hogy arra én nem mondanám rá az áment. Látunk magunk előtt mi az alkotók egy, egy nagyon izgalmas kétórás muzifilmet, ami egyébként 1848. március 14-e este 7 óra és március 15-e este 7 óra között játszódik, tehát 24 óra története. Mit csináltak a március ifjak ebben a 24 órában, és hogy fordították ki a, sarkából a egész világ. Jelenlegi tudásod szerint mikor lesz ebből a mozifilm? Hát nézd, adja magát, hogy március 15-e legyen a bemutató, de tekintve, hogy itt a COVID, meg egyéb dolgok miatt elég rendesen megcsúsztunk, és még most kezd majd épülni az a díszletváros, amit föl kell építsünk a filmforgatáshoz. Egyébként Sopronban kezdjük majd áprilisban a forgatást, de megyünk Eszterkomba, Komáromba, Budai Várba, de a film nagy része egy, egy megépített városban forog majd. Hát nagyon nehéz megmondani, mert 23 az Petőfi év, ugye a Petőfi születésének bicentenáriuma, de ha nem készül el március 15-ig, amire most azért nagy esélyt látok sajnos, akkor ezt karácsonykor nem lehet bemutatni, mert ez nem egy karácsonyi hangulatú film, tehát a 24 március 15-é 100 meg tudom ígérni. Köszönöm, hogy elfogadtad köszönöm. a beszélgetést. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!